A nap első meccsén Törökország 3-0-ra verte Belgiumot, így a mérkőzésünk előtt matematikailag is biztossá vált, hogy a miéink tovább jutottak, és az 5.-8. hely között folytatják szombattól a szlovákiai Homonnán. Ennek tudatában léptek pályára lányaink, akik már az első pontnál, ami több mint fél percig tartott, megmutatták, hogy ezt a meccset se veszik félváról. Sajnos 5-0-ás orosz vezetésnél szereztük az első magyar egységet Jámbor Cecília révén. Ellenfelünk azonban gyorsan ellépett tőlünk, amin az időkérés és Kőnig Gábor cseréjése segítettek. A játszma közepén több szép magyar megmozdulást is láthattunk, de a szettet az oroszok nyerték maga biztosan. A másodikban már egy jóval eredményesebb magyar csapatot láthattunk. 2-0-ás orosz vezetésnél Tuska Brigitta nevéhez írhattuk be az első magyar pontot. Lányaink támadásban jóval hatékonyabbá váltak, és a játszma közepén át is vettük a vezetést, amire egyből egy orosz időkérés volt a válasz. Ellenfelünk ritmust váltott, és fokozatosan növelve előnyét behúzta a játszmát. A harmadik játékrész elején ismét szép magyar támadások színesítették a találkozót, azonban az oroszok magukhoz ragadták az irányítást, és végül simán nyerték a szettet, amelyet két ásznyitással zártak le. Folytatás szombaton Szlovákiában, ahová a mieinken kívül még a lengyelek is átutaznak, rajtuk kívül a társasházigazda szlovákok és a szerbek is az 5.-8. helyet játszanak, míg Bulgária és Oroszország érkezik majd Nyíregyházára az oroszok és a törökök mellé.